Kötelező szerződéskötés, az alma termelők kiszolgáltatottságát csökkenteni a kormány a közeljövőben. E-ügyintézés, 6 év alatt országosan közel 5 millió elektronikus iratot kezeltek a bíróságokon. Elköltöznek az oroszlánok, Izraelbe költöznek a Nyíregyházi Állatpark 2017-ben született fehér oroszlán hármasikrei. Kötelezővé válhat az előzetes szerződéskötés az alma feldolgozók és a termelők között, hangsúlyozta az agrárminiszter vásárosnaményban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nagy István kiemelte, ha elfogadja azt a törvényjavaslatot a parlament, amit a közeljövőben benyújtanak, akkor kötelező lesz a két fél között egy olyan szerződést megkötni augusztus 1-e előtt, amely már a felvásárlási árat is tartalmazza. A kormány ezzel szeretné csökkenteni az alma termelők kiszolgáltatottságát. Teltházas volt a térségi Agrárfórum kedd délután Vásárosnaményban. Az ország alma termésének közel 70%-át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák adják, így a gyümölcs rengeteg családnak biztosít megélhetést. Célszerű egy kicsikét előre gondolkodni, épp azért nagyon fontosnak tartotta a Nemzeti Agrárkamara, hogy itt Vásárosnaményben a Bereg szívében kerüljön sor egy olyan megbeszélésre, egy olyan tanácskozásra, ahol miniszter úr elmondja az irányt, megnyugtatja a gazdákat és ismerteti mindazokat az elképzeléseket, amelyek tükrében előre tudunk haladni ebben az esztendőben. Nyilván az alma lesz a központi téma, de azt is tudjuk, hogy ebben a térségben, itt a Beregben nem csak az almából élnek a gazdálkodók, hanem számtalan olyan növény, olyan gyümölcs van, ami a megélhetésüket biztosítja. A MAGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az összes szakmai szervezet, valamint szövetség olyan szintű együttműködésére, mint a jelenlegi, még nem volt példa Magyarországon, közölte Jakab István. Én úgy érzem, hogy egy kegyelmi állapot van, viszont nagyon intenzíven kell dolgozni, hatalmas kihívások vannak. Megvan a feladat bőven, uniós költségvetés már, ez az Európai Parlament nem fogadja el, ez az Európai Bizottság nem működik közre, viszont az európai parlamenti választásokat követően egy nagyon összeszerelt, egy nagyon átgondolt javaslatokkal, egy új program keretében, egy új költségvetés elfogadása az elemi érdekünk. A feldolgozásra felkínált termék mennyisége évek óta meghaladja a feldolgozói kapacitás mértékét. Ameddig túlkínálat lesz az alma piacon, addig a feldolgozók a legminimálisabb árat ajánlják a termésért, közölte Rácz Imre. Az Agrárkamara megyei elnöke kiemelte, azt szeretnék, hogy a jelenlegi dohánytermesztők majd a gyümölcsök, azon belül is az alma felé mozduljanak, ha a dohánytermesztését már nem tudja támogatni a kormány. Ehhez azonban fontos a jelenlegi felvásárlási problémák megoldása. Szeretnénk, ha ígéretet kapnánk egy olyan feldolgozó építésére a közeljövőben, amely nem csak kiélezve a léalma gyártásra, hanem az összes zöldséggyümölcs feldolgozásra alkalmas lenne. Ezzel is lehetne nagyban csökkenteni azt, hogy ilyen túlkínálat legyen a léalmával, ugyanis a másodosztályú alma valamilyen kis szépséghiba miatt is már most léalmába köt ki. Ha viszont a szeletelve tudnánk feldolgozni és értékesíteni, akkor lehet, hogy már ez is egy nagy lépés lenne ahhoz, hogy ez a nagy túlkínálat minden évben ne forduljon elő. Az almatermés mintegy 70%-a jelenleg léalma, és mindössze 30%-a étkezési. A tervek között szerepel, hogy ez az arány elérje az 50-50%-ot. A közeljövőben szeretné a kormány csökkenteni az almatermelők kiszolgáltatottságát is. Ennek első lépése egy kötelező szerződéskötés lenne, közölte az agrárminiszter Vásárosnaményban. Készülünk benyújtani a parlament elé most egy olyan törvényjavaslatot, amely azt írná elő a feldolgozók számára, hogy kötelező szerződést kötniük a termeltetőkkel. Ebben a szerződésben mindenképpen szerepelnie kell az árnak. Ha nem szerepel benne ár, akkor legalább egy olyan képletnek, amely objektíven kiszámítható és meghatározható objektív feltételek mentén. Azaz ne lehessen az idő kérdése egy szerződésnél zsaruló potenciál.
hogy a gazdák nem tudják az árat, nem tudnak rá fölkészülni, és aztán mivel gyorsan érik az alma, szüretelni kellene, akkor a felvásárló szétárja a karját, és azt mondja, hogy hát kérem, csak ennyi az ár, hanem ez tervezhető, számítható legyen, ezt szigorúan előírjuk, és amelyik felvásárló ezt nem teljesíti, az büntetni is fogja. Nagy István hozzátette, az is komoly feladat a gazdák számára, hogy tudjanak új alma terméket és új feldolgozottsági szintű termékeket létrehozni, de összefogással is lehet javítani az árakon. A termelők összeállnak, és egy nagyon komoly összefogás eredményeképpen több milliárd forintos önrésszel beszállnak egy sok milliárdos nagy, komplett gyümölcsfeldolgozó üzem megvalósításába, amely nem csak az almát, hanem a medgyet is, és más itt megtermelt gyümölcsöt is képes lenne feldolgozni, és más termékeket létrehozni belőle. Ez egy óriási lehetőség volna, de ez egy nagyon szigorú összefogást kíván a gazdák részéről. Azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy azt a verziót, hogy az állam majd ide saját forrásból letesz egy komplett feldolgozó üzemet, hogy tessék gazdák, itt van, ilyen nem következhet be. Ezt minden Európai Uniós jog és hazai versenyjog is teljességgel tilt. Az is megoldás lehet, ha összefogással megvásárolnak egy már meglévő üzemet és termékpaletta bővítésével, növelnék a keresletet a gazdák, tette hozzá az agrárminiszter. 6 év alatt országosan közel 5 millió elektronikus iratot kezeltek a bíróságokon, a megyében is jelentős mértékben nőtt a bírósággal elektronikusan kapcsolatot tartók száma. Az elektronikus ügyintézések célja, hogy rövidüljenek a kézbesítési határidők, illetve segítségével az ítélkezés időszerűségi mutatói javulhatnak, és a bírósági eljárások gyorsabban lezárulhatnak. Ez a grafikon azt mutatja, hogy 2016-hoz képest több mint 6-szorosára nőtt a bíróságokra elektronikusan benyújtott beadványok száma. 2013. január 1-től 2018 év végéig pedig több mint 2 millió elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra, a legtöbb, mint egy 1,2 millió darab polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi perekben. Ha pedig a bíróságokra elektronikus úton érkezett beadványokat és a bíróság által kiküldött elektronikus kiadványokat együttesen nézzük, akkor a 6 év alatt számuk majdnem elérte az 5 milliót. A megyében is jelentős növekedés tapasztalható az elektronikus ügyiratok tekintetében. Itt valamennyi bíróságra tavaly 300 ezer ilyen típusú értesítő érkezett, de az elektronikus kezdőiratok és utóiratok száma is nőtt. Ez az időszerűség szempontjából azért hangsúlyos, mert nem kell az ügyfélnek a postára mennie, sorban állnia és tértivevényes levélként feladnia azt a küldeményt, amit a bíróság számára elküldene. Továbbá a bíróságnak sem kell arra várnia, hogy adott esetben az a küldemény, amit a bíróság küld az ügyfélnek, mikor érkezett meg az ügyfélnek, visszaérkezette már a tértivevény, ez nagyon sokszor hetekkel elhúzódott ezen körülmény miatt az eljárás. Ez olyan módon egyszerűsödött le, hogy amikor a bíróság az ügyfélnek, aki rendelkezik ügyfélkapuval és vállalta az elektronikus kapcsolattartásnak a lehetőségét, megküld egy ügyiratot, akkor az ügyfél az általa igényelt jelszó alapján be tud tekinteni a saját peres iratába, és már aznap letöltheti azt a dokumentumot, amit a bíróság a részére megküldött. Sterné doktor Deák Andrea elmondta, a modern technikai vívmányok terjedése szükségszerűvé tette, hogy azokat az igazságszolgáltatásban is alkalmazzák. Mint mondta, az elektronikus ügyintézés hozzájárul a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítéséhez, segítségével az ügyfelek költséget és időt takaríthatnak meg. Csupán számítógép, internet hozzáférés, valamint ügyfélkapu szükséges ahhoz, hogy az ügyfél a bírósági eljárások során a bírósággal elektronikusan tartsa a kapcsolatot. A kezdő iratok esetében egy 13-14 ezer nagyságrendű érkezést mutat ki a statisztikai bázisunk. A kezdőirat alatt, tehát azt a keresetlevelet értjük, vagy azt a beadványt, amivel megindul az igényérvényesítés, megindul valamilyen polgári peres eljárás, vagy megindul a közigazgatási munkaügyi bíróság előtti per, vagy adott esetben egy végrehajtási eljárás, ugye, ami nem peres eljárás.
Az utóiratoknak a száma, ugye az utóirat pedig az az irat, amikor pereskednek a felek, az ellenérdekű fél bead egy beadványt, és azt a bíróságnak meg kell küldenie a másik félnek. Ezek az iratok ugye 56-57 ezer nagyságrendben mozognak. Sterné dr. Deák Andrea hozzátette, 2018. január 1-től többek között a jogi képviselővel eljáró magánszemélyek, a gazdálkodó szervezetek és a közfeladatot ellátó szervek már csak elektronikus úton érvényesíthetik igényeiket, míg a magánszemélyeknek továbbra is megmaradt a lehetősége a választásra, hogy a bírósággal elektronikus vagy postai úton tartja a kapcsolatot. Izraelbe költöznek a Nyíregyházi Állatpark fehér oroszlán hármas ikrei. A 2017-ben született állatok képei bejárták a világ sajtót, így szerzett róluk tudomást az izraeli állatkert is. Markus, Flóra és Fauna, a három oroszlán összesen 20 órát utaznak szárazföldön és levegőben egyaránt, mire új otthonukba, a Negev-zóba érnek. A szállítás megelőzően muszáj ellenőriznünk minden állatnak a fogazatát, illetve azt, hogy rendesen váltottak-e, a kondíciójukat ellenőrizzük, és súly ellenőrzés van még ezen kívül, illetve a szállításhoz nagyon fontos, hogy az egyedi azonosítójuk stimmeljen. Biácsi Alexandra állatorvos vizsgálta az oroszlánokat szállítás előtt szerdán kora reggel a Nyíregyházi Állatparkban. Markus, Flóra és Fauna még 2017. januárjában születtek itt Nyíregyházán. A fehér színváltozatú állatok a dél-afrikai oroszlán alfaj egyik populációjához tartoznak. Állományuk a vadászat miatt jelentősen csökkent, legutóbb 1994-ben láttak vadon élő egyetet. Az állatkertben és rezervátumokban élő állatok száma pedig nem éri el az 500-at. A nyíregyházi hármasikre képei bejárták a világ sajtót, így szereztek róla tudomást Izraelben. Egy éve, tavaly januárban vette fel a kapcsolatot a két állatkert. Hosszas előkészületek után, január 30-án indulhattak útnak a fehér oroszlánok. A tárgyalások pozitív kimenetelőek voltak, külön állatházat építettek a három ritka színváltozatú állat számára, és jelenleg zajlanak a szállítás utolsó momentumai. A három állat 2 éves jelenleg, és 20 órányit fognak utazni szárazföldön és levegőben Izraelbe. Az oroszlánok új otthona Berseva állatkertje, a Negev-zó lesz ezentúl. Az állatokat az izraeli állatkert szakemberei kísérik, akik már a szállítás előtt megérkeztek Nyíregyházára, hogy megismerkedjenek az állatokkal, és konzultáljanak a Nyíregyházi Állatpark szakembereivel, hiszen eddig nem volt tapasztalatuk nagymacskák tartásában. Elapadt a hazai burgonya készlet, a folyamatosan csökkenő vetés terület az alacsony hozamok, valamint az alacsony tároló kapacitás miatt általában csak január végéig, jobb esetben február közepéig tart ki a magyarországi burgonya termés. Mostanra azonban már az importáru foglalja el a piacot, ráadásul a tavainál jóval magasabb áron. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentése szerint az idei második héten a budapesti nagybani piacon kilogrammonként 140 forint volt a burgonya bruttó termelői átlagára, miközben egy évvel ezelőtt 80 forintot kellett fizetni érte. A kiskereskedelemben a mosott, csomagolt burgonya már 300 forint körüli áron kapható, írja a Világgazdaság. Jelentős az eltérés az új és a már meglévő hitelek kamatkockázata között. A szakértők szerint ez a kamatkockázat jelentősen fokozódhat a következő időszakban. Az újonnan felvett lakáshitelek több mint 70%-a több évre fix törlesztő részletet biztosítanak, ezáltal kiszámíthatóbbak. A változó kamatozású konstrukciók viszont kockázatosak, mert ezeknél a piaci kamatok emelkedésével rövid távon magasabb lehet a törlesztő részlet. A Magyar Jegybank a legutóbbi döntése alapján még nem szigorított a jegybanki alapkamaton, de a jövőben valamikor sor kerülhet rá az infláció alakulásától függően. Ha ez valóban így lesz, akkor az a lakossági hitelkamatok emelkedésével járhat, mondta el televíziónknak Trencsán Erika, a bankráció szakértője. Körülbelül olyan 2 éve a fix törlesztésű konstrukciók vannak előtérben, azonban a korábban fölvett hiteleknél még mindig a változó kamatozású hitelek vannak nagyobb túlsúlyban, tehát a teljes kihelyezett hitelállománynak körülbelül a 62%-a, az még mindig változó kamatozású hitelben van.
Ezek az ügyfelek azonban, akiknek változó kamatozású hitelük van, ők fogják legelőször megérezni azt, hogyha esetleg ez a jelenlegi nagyon kedvező kamatszint emelkedésnek indul, akkor náluk fog ez törlesztő részletben a legkorábban jelentkezni. A lakáspiac jelenleg nagyon intenzív. Az elmúlt 3-4 évben folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. A tapasztalat az, hogy a lakásvásárlások közel 50%-ához már külső forrást vonnak be a vásárlók, mondta el kérdésünkre a szakértő. Egyértelműen látható az, hogy a megnövekedett ingatlan árak, amik azért az elmúlt 3-4 évben folyamatosan látszottak, azokat már nem igazán tudják a vásárlók hitelfelvétel nélkül követni, tehát kénytelenek hitelt felvenni. Mivel a jelenlegi banki kínálatban kiszámítható, fix törlesztésű bankhitelek vannak, így a lakosság bátrabban vesz fel hitelt a lakásvásárlás során. Jó hír, hogy a bankok is a biztonságra törekednek, hiszen a biztonságos törlesztés mind a hitelfelvevő, mind a bank részéről fontos. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a korábbi, változó kamatozású hitelünket kiszámíthatóbb, fix kamatozású hitellel váltsuk ki, mondta el záró gondolatként Trencsán Erika. A serdülő lányoknál a Hajdúnánás, a fiúknál a Kecskeméti sportiskola, a junior lányoknál a Kárpáti Ungvár, a fiúknál pedig a KTE Kecskemét nyerte a 4. Junior Kupa nemzetközi kézilabda tornát. Kisvárdán és Nyíregyházán 25, közte 11 határon túli csapat lépett pályára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség 4. alkalommal rendezte meg a Junior Kupa utánpótlás tornát azzal a céllal, hogy két lány, illetve két fiú korosztály képviselői mérhessék összetudásukat. Kisvárdán 3 helyszínen, valamint a nyíregyházi Veselényi csarnokában 25 együttes lépett pályára. A magyar csapatok mellett szlovákiai, romániai és ukrajnai együttesek fogadták el a szervezők meghívását, akik a mérkőzések mellett igyekeztek különböző programokat is kínálni a fiatalok számára. Nagyon jó színvonalon sikerült megrendezni egyébként ezt az utánpótlás tornát. Eljöttek a csapatok nagy része, akiket meghívtuk, és a határon túli magyarok egyébként, és a határon túli csapatok nagyon jó játékerőt képviselnek. Ebből kifolyólag nagyon küzdelmes, nagyon színvonalas mérkőzéseket láthattunk. Nagyon jól szerepelt egyébként a Hajdúnánás csapata, bár ez egy szomszédos megyebeli, de a Kölcsei tudom megemlíteni, aki 3. helyen végzett, de a Fehérgyarmat is nagyon, és a Kisvárda is szépen szerepelt. A tornán nem csak a játékosok, hanem a játékvezetők is számot adtak tudásukról, mivel a megyei szövetség által szervezett játékvezetői utánpótlás mentor programban szereplő fiatalok vezették a meccseket. Nagyon jó mérkőzések voltak, nem voltak igazán problémás mérkőzések, nagyon fair play-ben, szellemében játszottak a csapatok, ennek egyébként nagyon örültünk, hiszen a tornának nem csak az a célja, hogy a határon túli barátságokat, sportbarátságokat mélyítse, hanem az, hogy megtanítsa a gyerekeket abban, hogy nemes küzdelemben tudják elérni a céljaikat. A tornát az U15-ös lányoknál a Hajdúnánás nyerte a Kárpáti Ungvár és az FHT Kassa előtt. A 19 éves lányoknál az ungváriak végeztek az élen, megelőzve a Debrecent és a Kölcsey DS-ét. A 16 éves fiúknál Kecskeméti Sportiskola, Nyíregyházi Sportcentrum, Nagyvárad volt a sorrend, a 20 éveseknél pedig a KTE Kecskemét szerezte meg az aranyérmet a Deac és a Nagyvárad csapatát utasítva maga mögé. Második idei bajnoki mérkőzését is megnyerte a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB1 keleti csoportjának 13. fordulójában lejátszott találkozón idegenben verte 6-2-re a gyulai Ese csapatát. A nyíregyháziak szombaton a Szang együttesét fogadják a Városi Stadion Teke csarnokában. A tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve a feljutásra hajtó vendégek voltak az esélyesebbek az alsó régióban tanyázó Gyula ellen, amely Szegváron játssza hazai meccseit. Idegenben azonban nem könnyű érvényesíteni a papírformát, így a nyíregyháziaknak is meg kellett harcolniuk a két pontért. A sokáig kiegyenlített mérkőzést végül az utolsó párban fordították maguk javára fintáik. Az első szedben a Mogyorósi Péternek sajnos nem sikerült megszerezni a csapatpontot, a harmadik szedben azt lehet mondani, hogy eldőlt a párharcuk, viszont mellette a Fehér Bélának az 544 fával magabiztosan, folyamatosan sikerült begyűjteni a csapatpontokat, és már így alakulhatott ki, hogy 1-1-re ugyan, de mégis 23 fával vezetni tudtunk, és a középső sorban volt igazából egy nagyon fontos pontszerzés, ami a Szolyka Miklósnak 499 fával sikerült, és plusz 4 fával mentünk fel a Hakker Dezsővel már a zárósorra, de ekkor látni lehetett, hogy már csak egy szettpontra van
szükségünk, illetve a csapatfát kell megtartanunk. Hát ez sikerült a Dezsőnek mindenképpen, illetve jó magamnak is megszerezni, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban diadalmoskodni tudtunk, és a végére egy könnyed mérkőzés kerekedett ki ebből a párharcból. Mivel a nyíregyháziak célja a bajnoki cím megszerzése, minden mérkőzésen győzelmi kényszer alatt lépnek dobóállásba az NTK játékosai. Minden párharcra koncentrálni kell az éppen pályán lévő játékosoknak, a végeredmény meg úgy vagyunk vele, hogy majd csak kialakul, tehát mindenképpen a fontos párharcokat kell megvívnunk. Végül is lehet mondani, hogy Gyula ellen is fejfej mellett haladtunk, és a Vaker Dezsővel az utolsó etapok egyikében, ugyanis a harmadik szedben sikerült két vára fektetni a Gyula csapatát, Dezsőnek egy 60 fás szériát sikerült pluszba hozni, amíg nekem egy 30 fást, és ott dölt el igazából, ami még azt lehet mondani, hogy a zárósorban egyáltalán nem lehetett tudni, hogy melyik csapat fog diadalmaskodni, tehát mindenképpen idegenben nagyon nehéz feladatunk van, de bízunk benne, hogy hazai pályán könnyedebb meccseket fogunk játszani, és reméljük, hogy majd a ellenlábasaink előbb-utóbb majd botlani fognak, nekünk pedig fejben valóban el kell viselni a tétnek a súlyát, és mindenképpen a céljaink felé kell haladni, majdnem azt mondom, hogy 100%-os teljesítménnyel innentől kezdve. Az NB1 keleti csoportjának tabelláját a 20 pontos Eger vezeti, megelőzve a 18 pontos Nyíregyházát és a 17 pontos BKV előrét. Az NTK szombaton a Szank együttesét fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Kötelező szerződéssel az alma termelők kiszolgáltatottságát csökkenteni a kormány a közeljövőben, hangsúlyozta az agrárminiszter vásárosnaményban. Nagy István kiemelte, ha elfogadja azt a törvényjavaslatot a parlament, amit a közeljövőben benyújtanak, akkor kötelező lesz a két fél között egy olyan szerződést megkötni augusztus 1-e előtt, amely már a felvásárlási árat is tartalmazza. 6 év alatt országosan közel 5 millió elektronikus iratot kezeltek a bíróságokon, és a megyében is jelentős mértékben nőtt a bírósággal elektronikusan kapcsolatot tartók száma. Az elektronikus ügyintézés célja, hogy rövidüljenek a kézbesítési határidők, illetve segítségével az ítélkezés időszerűségi mutatói javulnak, és a bírósági eljárások gyorsabban lezárulhatnak. Izraelbe költöznek a Nyíregyházi Állatpark 2017-ben született fehér oroszlán hármasikrei. Markus, Flóra és Fauna, a három oroszlán összesen 20 órát utaznak szárazföldön és levegőben egyaránt, mire új otthonukba, a Negev zóba érnek. A Nyíregyházán született állatok képei bejárták a világ sajtót, így szerzett róluk tudomást az izraeli állatkert is, akiknek eddig még nem volt tapasztalatuk nagymacskák tartásában. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 30-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Eső, havas eső helyenként előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 fok körül alakul. Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég. A köd fokozatosan megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Helyenként előfordulhat kisebb eső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 fok körül alakul. A következő napokban enyhébbek lesznek az éjszakák. Az északi középhegység térségében kissé, másutt jelentősebben erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén a déli, illetve a keleti ország részben a maximum hőmérséklet helyenként elérheti a 13-15 fokot is. Időnként számítani lehet rövidebb napos periódusokra, de inkább erősen felhős vagy borult lesz az ég. Pénteken összességében több helyen előfordul vegyes halmazállapotú csapadék. Szombaton szorványosan, vasárnap pedig többfelé elered az eső, záporeső. A jövő héten egyre hidegebb léghullámok érik el a Kárpát-medencét.